A hidegben sétáltatott kutyát is komoly veszély fenyegeti, ha a gazdák nem elég körültekintőek egy-egy szabadban tett kör alkalmával, hívta fel a figyelmet dr. Csányi Tivadar állatorvos. Érdemes figyelni, hogy amikor ilyen felsózó utak vannak frissen, hazás után ez a sós, latyakos vízréteg, ez kimarhatja a kutyáknak a talpát, talpánáját, ami után persze kezelésre szorulnak. Arra esetleg érdemes figyelni, hogy az az út, szakasz vagy járda, ahol ilyesmit látnak, hogy esetleg kikerülni, vagy valahogy megoldani, hogy ne ott akkor ugye hőszigetelésre, kis testű, rövid kutyáknak, akik nincsen természetes, egy erősebb hőszigetelő rétegük, nekik mindenképpen ruházatot érdemes adni. Hozzátette, ha nagyon nagy cél vagy havazás van, akkor a kisebb méretű kutyákat nyugodtabb időjárás alkalmával érdemesebb levinni a megszokott sétára. Azonban a nagyobb testű kutyáknál az ord időjárás nem okoz problémát. A szakember kitért az udvaron élő állatokra is, mivel az ő szempontjukból nagyon fontos, hogy milyen menedékben töltik a fagyos napokat. A kutyáknál kint egy izolációt kell megoldani, hogy legyen egy olyan hely, ahova félre tudnak vonulni, mind a szélmozgástól, a hőmérsékleti csapadékviszonyoktól. Ez Ezt több módon meg lehet oldani. Ha valaki akar egy -e kutyaházat építeni, az is egy megoldás, vagy saját kezűleg vagy venni. A kialakításának az a lényege, hogy hőszigetelt legyen a faltát külön hőlámpa, ilyesmi nincsen szükség, csak olyan réteg legyen a fal, hogy tényleg izválja a külső hőmérséklettől, szélfogót érdemes rakni. Sokszor az sem mindegy, hogy a bejáratnak az irány az milyen irányban van, tehát ne abban az irányban, amikor a szélmozgás van. Az ajzata, az általában olyan puha fát szoktunk javasolni, tehát nem kell oda semmi speciális szalmát ilyesmit rakni, nem törvényszerű. De lehet ez a menedék a fűszer vagy a garázs is. Továbbá felhívta az állatorvos a figyelmet arra is, hogy a nagy hidegben kintartott kedvenceink számára feltétlenül gondoskodjunk energiában dus elederről. Napközben többször ellenőrizzük az ivúvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ha bárki azt tapasztalja, hogy a kintartott állatmozgása lecsökken és lassabb, vagy fekszik az oldalán és nem reagál a jelekre, akkor a kihűlés fenyegeti a kutyát. Ilyen esetben fontos a felmelegítés, és mindenféleképpen forduljanak állatorvoshoz.